A zöldövezet partnerei: Baki Agrocentrum, Borostyán Ásvány és Ékszerüzlet, Göcsej Pálinka Manufaktúra, Léer Zala Kft., Magyar Madártani Egyesület Zalai csoportja, Misi Horgászbolt, Zala vármegyei vadászkamara. Önök a zöldövezet szeptemberi adását látják, jó napot kívánok! Egy méhészet közel 200 méh családjának időnkénti inváziójától félnek a lakók a Zala vármegyei Pakot község belterületén. Mielőtt a bejátszást elindítanánk, fontosnak tartom elmondani, hogy a riport nem a méhészkedés, és főleg nem a méhek ellen szól. Sokkal inkább arról a lakossági követelésről, miszerint a kialakult feszültséget a méhésznek mielőbb oldania kell. Pár héttel ezelőtt a szomszédomat fűnyírás közben megcsípte néhány méhe, ő életveszélyes állapotba került, annak örülünk, hogy most itt van köztünk, és gyakorlatilag az inspirált engem arra, hogy ezt a kezdeményezést elindítsam, hiszen előtte is már rengeteg probléma volt a méhekkel kapcsolatban. Kitől kértek segítséget, hogy lehetőleg ne alakuljon ki az a helyzet, ami mostanra kialakult? 2018-ban három lakó már birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az önkormányzattal. Az önkormányzat ezt az eljárást lefolytatta, és gyakorlatilag helyt adott a panaszosoknak. Határozatban kötelezte arra a méhészt, hogy a méheket elszállítassa, és visszaállítsa az eredeti birtokállást gyakorlatilag. Sajnos ezt a méhészünk nem fogadta el ezt a tényt, és a Keszthelyi Járásbíróságon kérte az önkormányzati határozatnak a felfüggesztését. Sikerrel járt, sajnos. Ádám egyike azoknak, akiknek a méhek emlékezetes pillanatokat okoztak. Miről szólt ez a történet? Munkában voltam, amikor telefonhívást kaptam édesanyámtól, hogy édesapám kórházba került, hát lesokkolódtam. Senkinek sem kívánom ezt az érzést. A szomszéd bevitte az ügyeletre, ott megvizsgálták, és onnan hívták ki hozzá már a mentőket, akik sürgősségire vitték. Tudtommal édesapám már ott az ügyeleten már rosszul volt, szinte ájulás közeli állapotban volt, fájt a mellkasa, csípés után egy óra sem telt el, és már egyszerűen jelentkeztek a tünetek, viszketés, fájt a mellkasa, rosszul lét, feldagadt ajkak, egyszerűen borzalmas volt. Azt hallottam, hogy itt Pakodon még a buszra való várakozás sem olyan egyszerű, mint ahogy az ember azt gondolná. Ez így van. Például velem történt egy olyan eset, hogy várakoztam a buszra, hirtelen Méra jelent meg. Annyiból volt szerencsém, hogy pont jött a busz is, de viszont ő meg nem volt hajlandó még az első ajtót se kinyitani nekem, hogy egyből felszaladjak, hanem a hátsó ajtón kellett felszállnom. És ez miatt kicsit úgy megijedtem, meg annyi, hogy tudtam azt, hogy nyugalomba kell lennem, mert ha itt hadonászok, akkor nekem itt végem, mert kismama is vagyok, meg allergiás vagyok a méhcsípésre, és tudtam, hogy itt óriási baj lesz, hogyha engemet ez a több ezer közül valamennyi meg fog csípni. Milyen módon keserítették meg az önök életét a méhek? Mi egy kicsit messzebb lakunk az érintett területtől, de így is érint minket az a probléma csak, hogy a vizeket nem tudjuk használni, tehát bármilyen olyan vízterület, ami szabadon van hagyva akár csak egy kis időre, azt elárasztják a méhek, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy 2-3 méhecske ott zűn körülötte, hanem több száz, ha nem még több, és ezzel tehát nem tudunk kerti medencét felállítani, nem tudjuk itatni az állatokat kint a szabadban, ami azért elég nagy probléma, a kutyáinkat megcsipkették, hogyha nem tudunk biztosítani nekik fedett ivóhelyet, akkor nem isznak egész nap. Vannak például futókacsáink, akiknek lételemük a víz, tehát ezt tudni lehet, hogy ők bármilyen kis pici pocsolyába belefekszenek, de ők sem mernek a kis kacsaúsztatóba belemenni már, ami szerintem sokat elárul a helyzet súlyosságáról. Ezeken a vízfelületeken vannak-e mély tetemek?
Persze, rengeteg. Tehát a medencénkből például 5-6 ilyen nagy maroknyit szedtem ki naponta, pedig hát ugye klórozott is volt az a víz, tehát hogy reméltük, hogy nem fognak így rámenni, vagy hát szegények, hogy nem fanyarodnak rá, de sajnos igen. Tudomásom szerint van, aki éppen a méhek miatt már elköltözött innen a faluból. Így van. Van egy család, aki birtokvédelmi eljárást kezdeményezett. A járásbíróság nem adott helyt ennek az eljárásnak, így nem volt más választásuk, mint elköltözni a településről, hiszen van két kisgyermek, akiknek gyakorlatilag az életét féltették, hisz nem tudtak kimenni az udvarra, nem tudtak az udvaron semmit csinálni, a telkeken, a kiskertekben csak védőruházatban lehet dolgozni. Hoztál nekünk néhány rajzot, és itt méheket látok rajta, és egy gyereket, de meséld el nekem, hogy mit ábrázolnak ezek a rajzok? Hát azt, hogy bármikor felállítottuk a medencét, folytonosan jöttek és támadtak minket, ezért mindig be kellett mennünk. És megcsíptek már téged is? Persze, nagyon sokszor. Nem merek kimenni a buszmegállóba, mert rajzanak a méhek, és egyszer rendesen megtámadtak minket, amikor kint voltunk a buszmegállóba, és megcsípte a halántékomat, és feldagadt a szemem. Már 7-szer vagy 8-szor csipett méhe. Ki az, mi az, amiben bíznak a helyzet megoldása érdekében? Jelenleg azt gondoljuk, hogy jogilag kiaknáztunk minden lehetőséget. Szeretnénk egy pertársaságot alapítani, és így megragadva az alkalmat szeretném azt kérni, hogyha bármilyen jogi képviselő motiváltnak érzi magát arra, hogy segítsen ennek a kis közösségnek, hiszen itt most már 30-40 család életéről van szó, azt nagyon megköszönnénk, hogyha jogilag valaki nekünk ebben segítene. A szaktanácsadó szerint ebben az esetben van-e, s ha igen, mi a teendője a méhésznek? Itt a méhészetben több éven keresztül jártam már. Törvényileg a méhész mindent betart, amit a törvényi előírás előír részére. A kompromisszumos megoldás az lenne, hogyha a méh családszámot valamelyest csökkenteni a területen, ahol méhek el vannak helyezve. Mit gondol, nem férhetne bele a vidéki létbe a méheknek az ümmögése, röpködése, esetenkénti csípése is? De ez teljes mértékben bele kellene, hogy férjen egy normális mértékben. Tehát mi azt gyanítjuk, hogy a tartási körülményekkel lehet probléma, mert ekkora mennyiségű méh támadás, meg méh jelenlét máshol nincsen, méh farmok, meg méh tartók közelében sem. Tehát máshol a faluban is tartanak egyébként méheket, de ott nem fordul elő ez a probléma. Mindannyian beszélgettünk arról, hiszen összeültünk, hogy vidékiek vagyunk, tudjuk, hogy mivel jár a vidéki élet, tehát rágcsálókkal, csúszómászókkal, minden féle állat jelenlétével, és mi szeretjük is ezt, tehát ezért élünk vidéken, de ez már túlmutat egy bizonyos ponton, tehát a mindennapi életünk élvezetét, a kertünknek a gondozását zavarja. A falu lakói öntől várják a megoldást. Mi az, amit kínálni tud? Bármilyen probléma van, azokra az ember próbálja keresni a megoldást, több itatót helyez ki. Eddig is próbáltunk úgy, hogy ne legyen gondja senkinek se ilyen miatt, és ezután is törekszünk a békés együttélésre. Ahogy fogalmazott, eddig is törekedtek a békés együttélésre. Ennek ellenére tarthatatlan a helyzet. Sokan jelzik, hogy a nyílt vizeken méhek vannak, de azok sajnos nem csak a miénkek, mert a faluban vannak másnak is ugyanúgy nagy létszámú méhei. Azt gondolom nem vitatja, hogy a közvetlen szomszédot elsősorban az ön méhei veszélyeztetik, és itt közel 200 méh családról van szó. 200 egészen nincsen, valamennyivel alatta vagyunk. Egy-két hete szólt az egyik közeli szomszéd, második szomszéd, átmentem hozzá, és amikor átmentem, nem tapasztaltam nála semmi olyan méhaktivitást, ami gondot okozna. Sőt, tavasszal is voltam fönt egyik szomszédnál, fönt a hajdújévikéknél, amikor fölmentem, kétszer is fönn voltam, a legnagyobb járásba mondták, egy-két dolgot mutogattak, és akkor se tapasztaltam ott olyan, ami kellemetlenséget okozott volna az udvarba. Ezek a felvételek azonban másról tanúskodnak. Nem tudom, ahol nem vagyok ott, arról nem tudok nyilatkozni, de akkor is tényleg az ember a jó szomszédi együttélés miatt azonnal felmentem hozzájuk, megnéztem, hogy tényleg van-e, és nem volt. Nem volt olyan, ami zavaró hatású lett volna.
Közelről című rovatunk következik Éjjel Zoltánnal és Bolla Barbarával. Először a mirigyes tölgyes páfránnyal, majd a gyógynövények közül a cickafarkkal ismerkedhetnek meg. Természetesen most is, mint mindig, közelről. Köszöntöm az öldövezet nézőit! Most a mirigyes tölgyes páfrányt mutatom be közelről. A mirigyes tölgyes páfrány egy ritka, védett páfrány, alapvetően mészkedvelő, sziklákon, kőtörmelékeken élő páfrányfaj. A virágtalan növényekhez tartozik, spórával szaporodik, a páfrányok közé tartozik, de néha megjelenik városi falakon is, jellemzően a habarcs, ugye méztartalmú, ezért a mészkedvelő páfrányok olyan falakon is megjelenhetnek, amikre nem tűz sokáig a nap, vagy teljesen árnyékosak, jellemzően északi vagy keleti fekvésű falakon jelenhetnek meg a páfrányok városokban. Alföldön például kutakban is megjelenhetnek, amúgy nedvességet igénylő hegyvidéki páfrányfajok. Itt Zalaegerszegen közeli ismert élőhelye nincs ennek a ritka páfrányfajnak. Fontosak lehetnek a városi páfránypopulációk olyan szempontból, hogy az itt keletkező spórák kikerülhetnek a környező természetes élőhelyekre, és ott kialakíthatnak ennél biztosabb élőhelyeken is természetes páfránypopulációkat. A mirigyes tölgyes páfrányt onnan lehet megkülönböztetni a többi páfránytól, hogy háromszögletű levele van, háromszor összetett, szárnyasan összetett levele van, és nagyméretű háromszögletet formáz a levele. Pici apró mirigyek vannak a levélnek a gerincén, ugyanis két tölgyes páfrány él Magyarországon, a közönséges és a mirigyes. A közönséges tölgyes páfrány mészkerülő faj, ez viszont ugye itt a habarcsból kinövő méztartalmú élőhelyen a mirigyes tölgyes páfrány került elő. Minden városban előforduló páfránynak jelentősége van. Fontosak ezek a faj megmaradása szempontjából, így bárki városban páfrányt lát egy régi kőfalon, azt lehetőleg őrizze meg, és az adatát pedig próbálja meg eljuttatni valamilyen természetvédelmi szakemberhez vagy botanikushoz. Üdvözlöm a zöldövezet nézőit, ma a cickafarkot fogom megmutatni önöknek. Mezei cickafark, illetve közönséges cickafark, Achillea collina és Achillea millefolium hazánkban általánosan elterjedt gyakori növény. Májustól őszig virágzik, az őszi rózsafélék családjába tartozik, hatóanyagát tekintve flavonoidokat, tanninokat, kámfort, tujont, borneolt és az azulént tartalmazza. Az azulént azért fontos megemlíteni, mert a vízgőzdesztillációs lepálása során ez az anyag, amitől kék színűvé válik a növénynek az illóolaja. Egyébként rendkívül alacsony illóolaj hozama van, 0,2-0,5%, ezért meglehetősen drága, de elképesztően jó gyulladáscsökkentő. A hatása amúgy a növénynek görcsoldó, gyulladáscsökkentő. Külsőleg alkalmazva nehezen gyógyuló sebeket borogathatunk vele, illetve a kismedencei gyulladásokat is tudjuk kezelni. Ülőfürdőben 100 g növényt kell belehelyeznünk a kádba, hogyha pedig teaként fogyasszuk, akkor az átlagos napi dózisa 2-4 g, 15 perces forrázatot lefedve hagyunk állni, és utána fogyaszthatjuk. Fitoösztrogén tartalmaz, klasszikus női gyógynövénynek tekintjük, ösztrogénhiányos állapotokat is jól tudunk vele kezelni. Hogyha valaki a fészkes virágzatúakra allergiás, akkor kerülni kell az alkalmazását. Köszönöm, hogy velem tartottak, kapcsolódjanak a természethez, fűben, fában az orvosság. Kinyitjuk képtárunkat, ahol ebben a hónapban Kálmán Marianna fogadja önöket. Mariannával már találkozhattak ebben a műsorrészben, akinek a napokban postáztunk egy meghívót. Ennek eredményeként novemberben a legújabb kavicsokból készült alkotásait láthatják majd a fotókon. Most azonban
az érintetlen természet, ahogyan ő látja az objektíven keresztül. Köszönjük, Marianna! Most pedig a kertbe látogatunk, ahol az aktuális teendőkkel kapcsolatos tanácsaival már várja önöket a szakember. Köszöntöm az öldövezet nézőit! Az elmúlt 2-2,5 hónap aszály hatása mutatkozik kertjeinkben is. A gyümölcsök tekintetében nagymértékű gyümölcshullás, illetve levélhullás tapasztalható, valamint zöldségeseink is bestresszelve várják a hűsítő csapadékot. A kíméletlen meleg és a talaj nedvesség tartalma drasztikusan csökkent, ennek következménye a nagymértékű gyümölcshullás, és a nagymértékű gyümölcshullás következtében darazsak is látogatják gyümölcseinket. A darázs látogatás másodlagos következménye lehet negatív is a számunkra, hiszen bizonyos kórokozók terjesztésében játszhatnak szerepet, úgy mint a monilia fajok terjesztésében. A fertőzések megszakítása érdekében szedjük fel a lehullott gyümölcsöket és semmisítsük meg, illetve komposztáljuk azokat. Tudni kell erről a kórokozóról, hogy nem csak almás termésűeket, hanem csontias gyümölcsöket is megfertőz, ezért a nyári zöldmetszések alkalmával mumifikálódott gyümölcsöket ugyancsak szedjük le a fákról és semmisítsük meg. A gyümölcsfertőző monilia esetében az elsődleges tünetek a következők lennének. A gyümölcsök bepuhulnak, bebarnulnak, elkezdenek rothadni, illetve a rothadás felületén pedig gombatelep alakul ki, ami fajra jellemző, hogy ez milyen színű és alakú. Legtöbb esetben koncentrikus szürke penészbevonatot látunk. A káposztafélék gyakori károsítói közül a fehér lepkék az idén nyáron
jelentős mennyiségben elszaporodtak. Nézzük meg fejes káposztán, hogy milyen károsítást okoz ennek a lepkének a lárvája. Az előbb látott fehér lepkék közül a répalepke hernyója károsít éppen ezen a fejes káposztán. Itt látszódik ez a zöld hernyó, amelynek a kárképe teljes levélszéltől történő rágás, esetenként a teljes levél felületnek a tarrágása, karéjozása, és teljesen értéktelenné teszi az élelmiszeripari felhasználásra. A lepkefaj hernyója elleni védekezés következő stratégiából áll, felszívódó és kontaktkészítményeket is érdemes együttesen használni, természetesen az élelmezés egészségügyi várakozási idő betartásával. A meleg időszak hatására egy másik lepkefaj is nagy riadalmat keltett körülbelül 2-3 héttel ezelőtt a paradicsom kultúrákban. A képen jól látható a tettes, ő egy gyapottok bagoly lepkének a hernyója, nagyon szapora, egy vándor lepkefaj, délről érkezik Magyarországra, több nemzedékes faj, eléggé nagy kár tud tenni a paradicsom gyümölcsben. A kisebb lárvák csak hámozgatják a bőr felületét a paradicsomnak, a nagyobb lárvák már belerágnak, és a csokorban lévő paradicsomok egyikéből a másikába a lárva érés táplálkozás során átmegy, és az összes többit befertőzi. Védekezni a fehér lepkéknél elmondottak szerint szükséges, tehát érdemes felszívódó készítményt, illetve kontaktkészítménnyel is próbálkozni. Természetesen itt is az élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása fontos szempont kell, hogy legyen. A csapadékhiányos időszak kivédése érdekében, de legalábbis enyhítése miatt a növényvédelmi teendők mellett a zöldségkultúrákban komplex lomtrágyák használata válik szükségessé. Ha még gyümölcsöt szeretnénk, illetve zöldséget szeretnénk betakarítani paprika, paradicsom fronton, amelyek alapvetően melegigényesek, magnézium, foszfor pótlásra és aminósav, illetve speciális huminsavas lomtrágyát célszerű a tenyész időszak meghosszabbítására alkalmazni. Köszöntöm a kedves nézőket a Lérzala Kft. Mezőgazdasági és munkaruházati szaküzletéből, az Zrínyi út 18 szám alól. A növényvédelemről néhány szót, a rovarkátétel még mindig jelentős, arra kell figyelni, illetve lombhullás után az őszi lemosásra, az mindenképpen valamilyen részkiszítménnyel végezzük el. A szőlő feldolgozásához különböző elektromos, illetve kézi zúzóbogyózókat tudnak nálunk vásárolni, ilyen a csúszógaratos, illetve behordócsigás elektromos szőlőzúzó bogyózó. Születelőkádak is kaphatók nálunk, 110-275, 225-300, 500-800, illetve 1000 literes kivitelben. A gyümölcs szefre készítéshez elektromos gyümölcsdarálót tudunk ajánlani, ami rozsdamentes kivitelbe kapható. A cefre készítéshez különböző enzimbontókat tudnak nálunk vásárolni, ilyen az Everzim, illetve az Imapec. Ezen kívül kaphatók még különböző borélesztők, borélesztő tápanyagok és borkezelő anyagok. Különböző savanyító erények kaphatók műanyagból, illetve kapható a már jól bevált kerámia savanyító erény is. A gyümölcsbetakarításhoz különböző méretű rekeszeket tudnak nálunk vásárolni 5-ös, 10-es, 20-as és 30-as méretben. Továbbra is várjuk kedves vásárolóinkat a Lérzala Kft. Mezőgazdasági és munkaruházati szaküzletében, az Zrínyi út 18 szám alatt. Mindenkit szeretettel köszöntök a horgászboltból, beszeretnék önöknek mutatni egy-két újdonságot, amit betettem a boltba, horgászbotokat és pelleteket. Megjelentek a Benzárnak a Method légfédelei, ezek négyféle méretben kaphatóak, és két-kétféle dobósúlya, 390, 360, 330 és 420-as méretben. Árérték arányban egy nagyon jó minőséget képviselnek ezek a botok. A Stégproduktnak megjelentek új pelletmixei, ebből van 10 féle, valamelyik hallisztes, valamelyik sima, pelletkosárba, illetve metodkosárba használhatjuk őket, aminek a legnagyobb sikere van a kukoricás, illetve a mangós, elég intenzív vízhatással és illatanyaggal rendelkeznek. A Stégproduktnak megjelentek a PVA booster likvidjei, amiket a bojlisok előszeretettel használnak, PVA zacskót, illetve a PVA hálót nem oldja, 8 féle ízesítésben kapható, és a paprikás kenyér ez egy kiemelten jó működő történet.
A Delfin cégnek megjelent egy-két EVA etetőanyag keverője, ami könnyen tisztítható, 5, 10 és 2 literes méretekben kaphatóak. Egyik külön kedvencem ez az edény, amiben ki lehet venni a belső keverőtált, ebbe készen már vihetjük az etetőanyagot, ebbe pedig pluszba tudunk még keverni mellé, ha szeretnénk. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, szeretettel várom Önöket a horgászboltba a piac téren, és mindenkinek kellemes időtöltést kívánok a tóparton. Zümicuki kávás. Torta, ami szemszájnak ingere, lakodalmakra, rendezvényekre vagy családi ünnepekre. Rétes, ahogy nagyanyáink készítették. Megrendelés a 0630 468 23 31-es telefonszámon. Zümicuki kávás. Borostyán szaküzlet. Ásványok, kristályok, féldrága és drágakövek. Gyógyító ajándékok a természetkincses tárából. Zalaegerszegen, az Ötvös és az Adi utca sarkán. Borostyán szaküzlet. Minőségi karosszéria javítás Káváson, a roncsműveknél. Szélvédőcsere 24 órán belül. Biztosítási ügyintézés helyben. Kaszkós javítás esetén az önrésznél kedvezmény. A roncsműveknél javított járművek 20 kilométeren belüli szállítása jelentős árengedménnyel. Autómentés éjjel-nappal, bel- és külföldről egyaránt. Roncsművek Kávás. Kossuth utca 54. Telefon 30 979 21 61. Kedves nézőink, Önök a Zöldövezet 27. évfolyamának 321. adását látták 2024. szeptemberében. Kérem, óvják a természetet, s takarékoskodjanak az ivóvízzel. Az ivóvízzel, ami nem drágább az aranynál, de többet ér. Ültessenek minél több fát, a meglévőket pedig ápolják. Vigyázzanak az egészségükre oly módon is, hogy csak hazai minőségi mézet fogyasztanak. Ezt és korábbi műsorainkat bármikor visszanézhetik az ektv.hu-n. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A Zöldövezet partnerei: Baki Agrocentrum, Borostyán Ásvány és Ékszerüzlet, Göcsej Pálinka Manufaktúra, Léer Zala Kft., Magyar Madártani Egyesület Zalai csoportja, Misi Horgászbolt, Zala vármegyei vadászkamara.